köszöntöm Önöket. Gondolkodj szabadon sorozatunkban azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy tudományos szempontból mennyire lehet megbízhatónak tartani a Biblia beszámolóját a földi élet keletkezéséről, illetve az emberiség eredetével kapcsolatban. Az első 6 részben az özönvíz előtti világgal foglalkoztunk. Többek között a genetikát, a paleontológiát, az űrkutatást és más tudományágakat is segítségül hívtunk. Olyan kérdéseket vizsgáltunk, hogy lehetséges-e, hogy a Földön a földi élet 6000 éves, hogy egyetlen emberpártól származik az emberiség, és hogy az első körülbelül másfél évezredben egészen mások voltak a Földön az életfeltételek, sokkal kedvezőbbek, mint ma, egészen Noé nemzedékéig, amikor is egy globális, az egész Földet sújtó özönvíz katasztrófa mindent megváltoztatott. A mai műsor témája az özönvíz. Azt a kérdést vizsgáljuk, hogy valóban megtörténhetett-e ez az egész Földet elárasztó vízözön. Mai tudásunkkal, a tudományos ismereteink birtokában komolyan lehet-e venni a bibliai beszámolót? Vagy ez a Mózes által megörökített esemény, történet csak a mondák és a mitoszok valóság tartalmával rendelkezne? Kérem, gondolkodjanak velem szabadon, tartsanak velem a mai alkalommal is. Először is röviden szeretném feleleveníteni, hogy maga a bibliai leírás mit mond az özönvízről. Ehhez Mózes első könyvéhez, a Teremtés könyvéhez kell lapoznunk, és ott a 7. fejezetet olvassuk. A 7. fejezetnek a 11.-12. verse ezt mondja, a második hónapban, e hónapnak 17. napján felfakadtak a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyíltak, és esett az eső a földre 40 nap és 40 éjjel. Azt mondja tehát ez a mózesi szakasz, hogy az özönvízért felelős vízmennyiség a föld mélységeiből tört elő, illetve ahogy az előző részben említettem, egészen eddig a napig nem volt eső, és most az ég csatornyá is, ahogyan Mózes fogalmat megnyíltak. És 40 napon és 40 éjen keresztül esett az eső. Aztán így folytatja a 17. és a 20. versben, csak kivonatosan olvasom, otthon természetesen mindenki elolvashatja a részletes beszámolót. Mikor az özönvíz 40 napig volt a földön, annyira megnevekedtek a vizek, hogy felvehették a bárkát, és a bárka felemelkedett a földről, mármint Noé bárkája. A vizek pedig áradtak, és egyre növekedett a földön, és a bárka járt a víz színén. Azután a vizek felette igen nagy erőt vettek a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elborítattak, melyek az egész ég alatt voltak. 15 könyökkel növekedtek a vizek feljebb, miután a hegyek elborítattak vala. Tehát itt azt mondja ez a néhány vers, hogy az esőnek és a föld mélyéből feltörő vizeknek a hatására az akkori hegyek elborítattak vízzel, és körülbelül 5-6 méterrel magasabb volt a vízszint, mint a legnagyobb akkori hegy. Aztán így fogalmaz a 23. vers, és eltörölte az Isten minden állatot, amely a földön lakott az embertől, a baromig, a csúszómászó állatig és az ég madaraig, minden eltöröltetett a földről, és csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. Vagyis azok az állatok, amelyek Noé bárkájába vonultak, illetve Noé családtagjai, ő maga, a felesége, 3 fia és a 3 fiának a felesége, összesen tehát 8 ember.
Aztán a 8. fejezetnél így olvassuk a bibliai beszámolót, és elmentek a vizek a földről, folyton fogyván, és 150 nap múlva megfogyatkoztak a vizek, a bárka pedig a 7. hónapban, a hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegyén. Azt olvassuk tehát, hogy a 150. nap, ugye ebbe az első 40 nap is beletartozik, volt az, amikor úgy kezdett csökkenni a vízszint, hogy az Ararát hegyén a bárka megfenekledhetett. Aztán így folytatja a következő versben, a vizek pedig folyton fogytak a 10. hónapig, a 10. a hó első napján meglátszottak a hegyek csúcsai. És lett 40 nap múlva kinyitotta Noé a bárka ablakát, melyet készített, és kibocsátotta a hollót, aztán kibocsátja majd a galambot is. A lényeg az, hogy elkezdett csökkenni a vízszint, és egészen a 14. versig, hogy olvassuk, így olvashatjuk, a 2. hónapban pedig a hónap 27. napján megszáradt a föld. Azt látjuk tehát, hogy a teljes vízözön kronológiája, idői bemutatása nagyon részletes, elmondja Mózes, hogy a Noé féle megmenekülés hogyan történt, és ebből azt tanuljuk meg, hogy 370 napig tartott a katasztrófa, és a 371. nap volt az, amikor Noé és családja, illetve az állatok a megszáradt földre léphettek. És szólt az Isten Noénak, ezt mondta, menj ki a bárkából, te és a te feleséged, a te fiaid és a te fiaid feleségei veled együtt, minden vadat, amely veled van, minden testből madarat, barmot és minden földön csúszómászó állatot, vigy ki magaddal, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kiment azért Noé és az ő fiai, az ő felesége és az ő fiainak feleségei ővel együtt. Minden állat, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, kijött a bárkából az ő neme szerint. Ez tehát a bibliai beszámoló az egész földet érő globális özönvízről, amely beszámoló szerint összesen 8 lélek, 8 ember menekült meg, Noé fiai, felesége és Noé menyei. Ez a 8 ember élte túl ezt a katasztrófát. A Biblia tehát egészen konkrétan beszél arról, hogy igenis körülbelül 4500 évvel ezelőtt egy özönvíz sújtotta a földet. Még mindig nem tudományos szempontból szeretnék foglalkozni ezzel a beszámolóval, pusztán újra azt a kérdést szeretném feltenni, hogy vajon, ha valaki keresztény, valaki a Bibliát hiteles könyvnek tartja, akkor vajon ezt a beszámolót hiteles történeti eseménynek kell-e tartania? Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az özönvíz után, jóval maga Krisztus, Lukács evangéliuma 17. versének 26. 17. fejezetének 26. versében ezt mondja, és miként a Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember fiának napjaiban is, mármint amikor Jézus visszatér másodszor a földre. És folytatja 27. versben, ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a napig, amelyen Noé a bárkába ment, és eljött az özönvíz, és mindenkit elveszített. Jézus tehát történelmi tényként utal vissza Noé történetére. Nem azt mondja, hogy ez egy mitológiai esemény, nem azt mondja, hogy ez egy mondaszerű történet, hanem nagyon szoros párhuzamot von a között, hogy mi fog történni akkor, amikor másodszor megjelenik, hogy ugyanolyan gondtalanok lesznek az emberek, mint Noé idejében voltak, és semmit nem vettek észre, aztán el kellett pusztulniuk. De például Pál apostol azt írja a zsidóknak, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 7. versben, hit által Istent tisztelte Noé, mikor megintetvén, a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített,
amely által kárhoztatta e világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Pál apostol is azt mondja, hogy Noé története egy történelmi tény. De Péter apostol is így fogalmaz az első levélben, 3. fejezet 20. verse, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrésre a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartattatott meg a víz által. Tehát Pál apostol számára, Péter számára, az ős keresztények számára, maga a megváltó számára Noé történelmi személy volt, és az özönvíz egy történelmi esemény. De ugyanígy Lukács evangéliuma, amikor elmondja, hogy Jézus családfája hogyan néz ki, akkor Noét is említi ebben a családfában, mint valós történelmi személyt. Tehát a keresztények számára, a Bibliát hiteles könyvnek tartók számára, illetve azok, akik Jézust követőnek tartják magukat, teljesen egyértelmű és világos, hogy Noé története, az ozonvíz története, a Biblia megbízható története. Különben Péter folytatja, majd olvassák el, kedves nézőim, Péteri levél, amikor az özönvízről beszél, úgy folytatja, hogy a mai világot pedig egy tűzözönnek tartja fent Isten, és a mai keresztényeknek éppen az a megbízatásuk van, hogy egy népet készítsenek, akik az örök életbe juthatnak, és nem lesznek elszenvedői ennek a tűz általi globális pusztulásnak. Ennyit tehát a bibliai hátteréről az özönvíznek. Azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy keresztényképpen és azok, akik a Bibliát szent könyvnek, ihletett írásnak fogadják el, vagy akik Jézust akarják követni, Noé története nem lehet kérdéses. De a sorozatunk a Gondolkodj szabadon arról szól, hogy vajon a tudomány mai ismeretei alapján megállhat-e ez a hitbeli történet? Nyilván számomra, keresztény ember számára teljesen egyértelmű, hogy történelmi tény, de vajon, hogyha ma a Földet vizsgáljuk, ma, hogyha a tudomány eszközeivel kérdezünk rá arra, hogy lehetséges, hogy a Földet egy globális özönvíz sújtotta, akkor mit válaszolhatunk? Én először, ha szabad így fogalmazom, csak nagyon egyszerűen, ahogy a magyar fogalmaz, józan paraszt ésszel szeretném megkérdezni, hogyha valaki ránéz a Föld golyóra, és körbeforgatja, akkor vajon nem azt látja, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy bizony ezt a Földet volt olyan időszak, amikor teljesen víz borította. Hogyha a Föld golyóra nézünk, hogyha a glóbuszt az űrből szemléljük, akkor azt láthatjuk, hogy a Föld felszínének körülbelül 71%-a vízzel van beborítva. És ez a több mint 70% víz, ami a Föld, több mint 70% a felületnek, amit víz borít, ez a vízmennyiség, ennek a vízmennyiségnek a 96,5%-a az óceánokban található. De itt egy érdekes képet szeretnék önöknek mutatni arról, hogy a Földön összesen mennyi víz van. Az ábrán az látható, hogy mekkora gömb, méretarányosan, mekkora gömb maga a Föld, és ezen a Földön így jelzésszerűen láthatnak egy körülbelül, nem is tudom, 10 forintos nagyságú, tehát egy jóval kisebb kék vízcseppet, amellett egy másik ennél a vízcseppnél, vagy vízgömbnél egy sokkal kisebbet, és utána attól a sokkal kisebbtől, ami a nagyobbtól jobbra van, lefelé egy még annál is kisebbet. Míg ezek a vízgömbök itt. Hát ez az ábra nagyon jól érzékelteti azt, hogyha minden vizet összehoznánk egy gömbbe, akkor ez a legnagyobb gömb, ami nyilván nagyon kicsi a Föld méretéhez képest, jelképezi azt, hogy mekkora helyen férne el a Föld összes vize.
azt lehet itt látni, hogy ez a legnagyobb gömb, ez körülbelül 1373 kilométer átmérőjű lenne ez a gömb, hogy el tudjuk képzelni, ez körülbelül akkora távolság, mint Budapest és Brüsszel távolsága. Tehát, hogyha elképzelünk egy olyan gömböt, aminek az átmérője a Budapest-Brüsszel távolsággal megegyezik, és ez a gömb van megtöltve vízzel, körülbelül ennyi víz van összesen a víz, a föld felszínén. Akik szeretik a számokat, azoknak azt mondhatom, hogy ez a vízmennyiség körülbelül 1,4 milliárd köbkilométer. De hogy látják is az ábrán, a földhöz képest ez csak egy nagyon vékony vízréteg, és ebbe a vízmennyiségben benne van természetesen az összes óceán, benne vannak a megmaradt jéghegyek, benne vannak a tavak, a folyók, a földben lévő vizek és a légkörben lévő vizek, sőt azok a vizek is bele vannak számolva, ami a testünkben van, vagy az állataink testében, vagy a növényekben van. Tehát ez a gömb, Ez az 1,4 milliárd köbkilométernyi vízmennyiség az, ami az összes elérhető víz a Földön. Az ennél jóval kisebb, körülbelül csak 10,6 millió köbkilométernyi vízmennyiség az, ott középen láthatják, kedves nézőim, ezt a vízmennyiséget, az az édesvíz. Az, ami a Földön elérhető összes édesvíz mennyiség, és ennek sajnos 99%-a ráadásul a Földben van. És az a legkisebb pontocska, kék pontocska ott, ha úgy tetszik, lefelé, délre, ami csak összesen 93 000 köbkilométernyi vízmennyiség, ez az a vízmennyiség, ami az összes édesvízi folyóban és tóban található. Ezzel érzékeltetni szerettem volna, hogy mennyi vízről beszélünk, és mennyi az a vízmennyiség, ami az egész Föld jelenlegi felszínének 71%-át beborítja, de mivel a tenger van, ahol nagy, az óceán valahol nagyon-nagyon mély, több mint 8 kilométer mély, könnyen elképzelhető, hogy ez a vízmennyiség bizony elegendő volt arra, hogy a Föld teljes felszínét beborítsa. Tehát az első ilyen nagyon józan paraszti ésszel gondolkodva érv adja magát, hogy valóban igaz lehet, hogy a Földet valaha teljes mértékben víz borította. De nézzük a további tudományos érveket. Az első, amit mindenféleképpen szeretnék megemlíteni, az a tény, amit egyetlen geológus, egyetlen földtannal foglalkozó tudós sem von kétségbe, ez az, hogy jóval a tengerszint felett, a magas hegyeken is mindenütt tengeri élőlények fosszíliáit, ős maradványait lehet találni. Ezek a tengeri maradványok megtalálhatók a Grand Canyon szikla rétegeiben, egészen a legfelső rétegekig megemlítve, és ez körülbelül 2100-2400 méter magasan a tengerszint felett van, de ami még meglepőbb, ugyanilyen tengeri élőlények maradványai találhatóak a Himalája hegy tetején is. Ez ugye, ahogy tudjuk, 8848 méter magasan vannak. Nepálban, a mészkő ágyakban számos ilyen lelet árulkodik arról, hogy a Himalája valaha víz alatt volt. Nem azt mondom ezzel, hogy az özönvíz 8 kilométer magasan volt, hogy be tudja fedni a Himaláját magát is, hanem azt mondom, hogy a geológiai változások eredménye az, amiről majd még beszélni fogunk a következő részben, hogy az özönvíz idején
keletkeztek ezek a hegyek, például a Himalája is, és a vízből emelkedtek ki, nem csoda tehát, hogy mindenütt a Föld szinte bármely részén, a legmagasabb hegyeken is tengeri élőlények, fosszíliái, maradványai találhatóak. Tehát az első és legfontosabb érv, ami árulkodik arról, hogy a Föld minden pontja valaha víz alatt volt, ez éppen ez, hogy vízi állatok maradványai találhatók mindenütt a Föld különböző hegyeinél. Aztán a következő érv, amit mindenféleképpen szeretnék a nézőink szívére kötni, az az, hogy a növényeket és az állatokat nagyon gyorsan temette maga alá a homok, az iszap és a mész, és ahogy arról már a korábbi részben is, amikor a mamutokkal foglalkoztunk, megemlítettem, nagyon sok mamut lelet is van, ami állva maradtak és állva váltak fosszíliává egy nagyon gyors idői lepergés alatt, ahogy emlékeznek, arra se volt idő, hogy a fosszília gyomrában lévő, akkor még élő állatnak az enzimek megemészszék az amúgy trópusi növények maradványait. Tehát olyan gyorsan érte őket a katasztrófa, hogy ugye egy pillanat alatt fosszilizálódtak. Például megint csak a Grand Canyonhoz szeretnék menni, itt 200 kilométer hosszan egészen Észak-Arizonától Dél-Nevadáig, kb. 30 ezer négyzetkilométeren keresztül nyúlik el a fosszilizált, megkövesedett temetőszinte, állattemető, és itt mindenféle méretű, mindenféle korú, kisebb és nagyobb fosszília található, arról árulkodik, hogy az özönvízkor, az üledék, ahogyan vitte magával a víz, maga alá temetett mindenféle állatot. Aztán, ha elmegyünk Franciaországba, akkor hogy 100 000 számra találunk különféle állatokat, pókokat, skorpiókat, különféle bogarakat, hüllőket, ilyen fosszilis temető, mondom még egyszer, 100 000 számával, tehát ezek ilyen fosszilis tömegsírok, hogyha szabad így fogalmazni, amelyeket maga alá temetett az özönvíz, és egy pillanat alatt a hatalmas tömeg lesajtolt. Ugyanezt található Chicagóhoz közel, Mason Creek, ahol 100 000 fosszilizálódott különféle faj, vagy lelet, több mint 400 fajt örökített meg. Szóval ahogyan várnánk, hogyha volt egy globális özönvíz, és amikor a víz kezdett visszavonulni, és vitte magával, sodorta magával a törmeléket, az üledéket, és azt temette maga alá hihetetlen nyomással a különféle állatokat, akkor ezek a rétegek egy pillanat alatt fosszilizálódtak, és ennek a nyomait találjuk. Hogy ez milyen gyors volt, ez a fosszíliává válás, azt is mutatja, hogy vannak olyan fosszíliák, például trilobiták, ahol a szemnek a finom szerkezete látható a fosszíliában. Aztán vannak olyan fosszíliák, a Masonite sprigi például, ahol egy jellyfish, medúza maradványai láthatóak, teljesen finom. Hát gondoljunk bele, hogy egy ilyen jellyfish, a jelly, ez a lágy rész hogyan maradhatott meg, hogyha nem egy pillanat alatt sajtolódott le, ez nagyon-nagyon messze áll attól, hogy évmilliók alatt keletkeztek volna ezek a fosszíliák. Aztán ismerünk olyan kövületeket, ahol a hal éppen táplálkozik, és nem volt ideje teljesen lenyelni az áldozatát, és ebben a pillanatban a ragadozó, hogy elkapja az áldozatot, abban a pillanatban fosszilizálódott, vált kövületté, hogyha szabad így fogalmazni, de talán az egyik leghíresebb ilyen fosszília az az Ichthyosaurus, vagy Ichthyosaurus,
amely körülbelül 2 méter hosszú, és abban a pillanatban vált fosszíliává, abban a pillanatban vált kövületté, amikor éppen szült, és a szülést még nem fejezte be. Az egyik pillanatban még éppen szülés folyamatában van, a következő pillanatban nincs idő a menekülésre, és az anya és a bébi, a gyermek egy pillanat alatt megfagynak abban az áradatban, amit az özönvíz visszavonulása okoz. Tehát egyrészt ugye a tengeri fosszíliák a különféle magas hegyeken, illetve mindenütt a Föld felszínén árulkodnak arról, hogy itt egy globális özönvíz volt. Másrészt pedig ez a nagyon gyors lepréselődés bizonyítja azt, hogy nem évmilliókról van szó, hanem egy nagyon rapid, egy nagyon gyors katasztrófa okozta ezeket a fosszília temetőket, több millió, több százezer fosszíliává vált élőlény maradványa. Egy ilyen a bibliai beszámolóval teljesen párhuzamba állítható leletek árulkodnak. Aztán ugye a harmadik ilyen, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy ezek az üledékes rétegek, ugye, hogy vonul a víz és viszi magával, sodorja magával mindazt a hozadékot, amit a kitöréskor a föld mélyéből a kitörő víz ugye erodált, legyalult, és azt föllövelt, és visszaesett, aztán maga az eső és a vonuló víz, mindaz, ugye mindenki látott, kedves nézőnk, cunamiról beszámolót, özönvízről, ott házak mennek, ott sodorja a földet, a sziklát, és mindent visz magával, és ahogy a föld visszavonul, ugyan ezek leüllepednek, és nem véletlen, így is ismerjük a geológiából, vagy ugye az általános iskolai, vagy a középiskolai tanulmányainkból, az üledékes kőzetek. Hogy ma a Földön, a szárazföld többsége üledékes, a nevében is benne üledékes kőzet, tehát leüllepedéssel keletkezett, nagyon-nagyon gyorsan. Erről tesznek bizonyságot a kontinenseken átívelő mészkő rétegek, és ugyanígy a kontinenseken átívelő faszén rétegek. Mind-mind arról beszél, hogy a Biblia története az özönvízről igaz, és hatalmas temető, nagyon gyors üledékképződésnek az eredménye az, amit ma látunk, mind a Grand Canyonban, mind a szénbányákban, a világ bármely pontján. Azt szeretném ezzel alátámasztani tehát, hogy a geológia tényei, a geológiai leletei, illetve a paleontológiai maradványok tanulmányozása azt mutatja, hogy egy globális özönvíz változtatta meg drasztikusan a Föld éghajlatát és a Föld domborzatát. Egy másik érdekesség, hogyha megfigyelik, kedves nézőim, itt éppen a Grand Canyonról mutatok egy képet, az itt lévő rétegeket, azt lehet látni, hogy eróziónak semmi nyoma nincs. Ez teljesen olyan, mintha a különböző rétegek nagyon rövid idő alatt halmozódtak volna egymásra. Hogyha ezeknek a rétegeknek a létrejöttéhez több millió évre lett volna szükség, akkor mindenféleképpen látni kellene, hogy eróziós jegyek lennének láthatóak, de nincs, szinte kés él pontossággal rakodnak egymásra a különféle rétegek. Ugye ezek az üledékes rétegek a Grand Canyonban 1370 méternél is magasabbak. Pontosan ezt várnánk, hogy ha az özönvíz története igaz, akkor pontosan ilyen üledék képződést várnánk, és ez így is van. De menjünk még tovább.
ne csak a geológia, ne csak a paleontológia, hanem mondjuk a folkról, vagy az etnológia tudományához is, hogyha odafordulunk, akkor azt lehet látni, hogy szinte minden kultúrában a népek megemlékeznek egy olyan tragédiáról, ami nem tűz tragédia, vagy nem jég tragédia, vagy nem tudom, valamilyen más tragédia, hanem egy özönvíz tragédiája. John Morris és Tim LaHaye azok, akik a Bárka az Araráton, The Ark on Ararat című művükben ismertették, hogy milyen népcsoportoknál gyűjtötték össze az özönvízzel kapcsolatos megmaradt emléknyomokat. Összesen egészen pontosan 212 ilyen beszámolóról tudnak, ahogy a térképen látják is, minden kontinensen, Észak-Amerikától fogva, Dél-Amerikán át, Európa, Afrika, Ausztrália, Új-Zéland, mindenütt ismerik a globális özönvíz tragédiájának történetét. Ezt várnánk, hogyha valóban egyetlen család, Noé és a felesége, valamint három fia és a három fiúnak a felesége, összesen ez a 8 ember élte túl az özönvizet, és ez a 8 ember minden ma élő népnek az őse, akkor jogosan várhatjuk azt, hogy ezek a népek folklórjukban, történeteikben, mondavilágukban megőrzik ezt a történetet. Elnézést kérek. De ezen túlmenően nem csak, hogy tudnak egy ilyen vízözön tragédiáról, egészen Pápua Új-Géniától az eszkimókig, hanem ezek a történetek számos elemben hasonlós, megegyeznek egymással, hasonló elemeket tartalmaznak. Ilyen az, hogy az özönvíznek valamilyen erkölcsi oka volt. Nem természeti ok volt a döntő ok, hanem az emberek gonoszok voltak. Ugyanilyen elem az, hogy Isten figyelmeztette az embereket, és adott nekik időt, hogy felkészüljenek. Ugye itt Noé volt a Biblia történetben. És Noé 120 éven keresztül építette a bárkát figyelmeztetésként kortársainak. Aztán szintén közös eleme, hogy valaki épít egy bárkát, és azon megmenekül, de nem csak ez, hanem az is, hogy csak néhányan vannak, és az is, hogy madarak kibocsátásával szeretné megtudni a bárkában lakó család, hogy vajon már hamarosan szárazföldre léphetnek-e vagy sem. Tehát látszik az, hogy közös emléke van az emberiségnek erről az özönvíz katasztrófáról. Aztán számos ókori történetíró is beszámol az özönvízről. Például az egyik leghíresebb ilyen történet, a The Antiquities of the Jews, a zsidók az ókorban, vagy az ókori történetei, a zsidó történetíró Josephus Flavius számol be arról, hogy számos az ő nyelvezetében barbár történetíró megemlíti az özönvizet, és megemlíti a bárkát, és ezek közül szerepel például Berossus, a Caldeus Berossus. És itt Josephus Flavius leírja, hogy milyen történetet említ meg, és azt mondja, hogy ez a mózesi beszámolóval teljesen párhuzamos. Tehát a Biblia beszámolójával azt mondhatjuk, hogy a geológiai, földrajzi ismereteink, a paleontológiai tények és a néprajzi beszámolók, történetek, illetve az ókori történetírók is mind-mind alátámasztják azt, hogy a Biblia története az nem a mondák világával, vagy a mitoszok világával egyenértékű, hanem bizony megbízható történet. Úgy olvashatjuk, hogy ez isteni ihletettségű, és Isten, ahogyan Jézus ezt megerősíti, nem hazudott abban, hogy Noé valóban létezett, és globális özönvíztől menekítette meg a családját.
Befejezésül és a következő előadáshoz kezd csinálul, én szeretném önökkel megosztani az egyik kedvenc érvemet az özönvíz globális volta mellett, és ez a kedvenc érvem a kínai írásjelekből származik. Ahogyan látják az ábrán, itt ez egy kínai írásjel, és aki tud kínaiul, az egyből felismeri, hogy ez az írásjel azt jelenti, hogy nagy hajó, hajó, óceánjáró. És milyen érdekes, hogy ez a kínai írásjel három elemből tevődik össze. A bal oldalon azt lehet látni, hogy 8, utána azt, hogy száj, és azt, hogy bárka, láda. Vagyis azt mondja ez a kínai írásjel, hogy a nagy óceánjáró hajó az nem más, mint egy 8 személyes bárka. És hát hogy 8 személyes bárka? Azért 8 személyes bárka, hogy azt már többször említettem a mai előadásban, mert Noé családja összesen 8 tagú volt. Ugye ez a 8 tagú család, hogy a kínai írásjel mondja, ez a 8 száj, akit etetni kellett a bárkában, ez a 8 tagú család élte túl, és mint a legrégebbi írás, a kínai írás bizony ennek emléket állít. Akit ez érdekel különben, az keressen rá az interneten, és látni fogja, hogy a kínai írás nem csak Noé történetét erősíti meg, igazolja, hanem a Biblia számos más régmúlt történetét erősíti meg, a bűnbeesést, Édent, az asszony teremtését, a kísértőt, és így tovább, és így tovább. Akit érdekel, csak írja be kínai írásjel és Biblia, és sok érdekességet fog találni. Még egyszer szeretném megerősíteni, hogy az özönvíz beszámolója, a Biblia hiteles beszámolója, ahogyan igaz történetet ír le a Biblia azzal kapcsolatban, hogy milyen volt az élet az özönvíz előtt, ugyanígy részletesen és hitelesen számol be az özönvíz történetéről is. És ez az özönvíz, ez a globál katasztrófa magyarázza azt, hogy ma miért olyan életkörülmények között, olyan bioszférában, olyan atmoszférában, olyan életfeltételek között élünk, amilyen között élünk, mert ennek eredete az özönvíz katasztrofális hatásának a maradványai. Szeretném önöket biztatni arra, hogy bizalommal olvassák a Bibliát. A Biblia arra figyelmeztet, hogy Noé napjaiban egy özönvíz pusztította el a gonosz világot, és Jézus pedig arra figyelmeztet bennünket Péter apostolon keresztül, hogy eljön az idő, amikor Isten megelégeli a jelenlegi temérdek gonoszságot, és ahogy a Noé napjaiban víz által, ugyanígy Jézus eljövetelekkor tűz által fogja újjáteremteni a Földet. Ahogyan az özönvízből egyesek gúnyt űznek, vagy leszállítják a mitoszok világára, ugyanígy a tűz általi igazságtételből is sokan gúnyt űznek, de szeretném mindenkinek a lelkére kötni, hogy vegye komolyan a Biblia figyelmeztetését, és Isten segítségével készüljön föl a megváltóval való találkozásra. Köszönöm, hogy ma velem tartottak, és remélem, hogy a következő részben is, amikor az özönvízzel még részletesebben foglalkozunk, szintén velem tartanak. A viszontlátásra!